Februárban több mint 10 000 regisztrált álláskeresőt tartott nyilván a Vas megyei munkaügyi központ. Május végére 8500 fő alá csökkent a létszám, többek között a szezonális munkák miatt. A szakemberek bíznak abban, hogy a nyár elején még tovább folytatódik a csökkenés. A tartós, tehát 12 hónapon túl regisztrált álláskeresők száma stagnált ebben az évben. Az állástalan pályakezdő fiatalok száma februártól csökkent, hangzott el a tájékoztatón. A munkaügyi központ 2 éve indított el egy programot, ahol hátrányos helyzetű álláskeresőknek segítenek visszatalálni a munkaerőpiacra. 2500 főt meghaladta a bevontak száma, akik közül 1340-en már végeztek is ebben a 2 évben, több mint 1200-an tanultak, vagy tanulnak valamilyen szakmát, az elhelyezkedését is olyan 1200 embernek támogatjuk. A tervek szerint közel 4000 embert vonnak be a programba, több mint 3 milliárd forintot fordíthatnak erre a célra. Közel 2000 jelentkezőből választották ki azt a 340 embert, akik esélyesek arra, hogy a 112-es segélyhívó szombathelyi központjában fogadják majd a hívásokat. A képzésük jelenleg is zajlik. Mostantól kezdve ez a képzés egy 7 hetet jelent, tehát tulajdonképpen szeptemberig lezajlik a képzés, és várhatóan szeptemberben elindul a foglalkoztatás is, úgyhogy tulajdonképpen az a létszám, amit terveztünk a felvételhez, az várhatóan rendelkezésre áll. Az idei évben 181 vasi cégnél közel 2500 ember foglalkoztatására közel 90 millió forint bérkompenzációs támogatást nyújt a munkahelyi központ, hangzott el a tájékoztatón. Az első munkahely garancia program kapcsán pedig további 300 ember foglalkoztatásának támogatását tervezték idén a megyében, de ennél várhatóan többre lesz lehetőség.